Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban, Andrew Knox vagyok. Szomorú hírek Izraelből. Az IDF bejelentette, hogy újabb 4 túsz halt meg Gázában. Eközben az USA mindkét felet tűzszünetre szólítja fel. Netanyahu kitart kormánya ígérete mellett, hogy addig harcolnak, míg meg nem semmisítik a Hamászt. Most az Egyesült Államok az ENSZ-hez fordul, hogy növelje a nyomást. Julie Stahl következik a legfrissebb hírekkel. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy újabb 4 túsz halt meg a gázai fogságban. 3 közülük egy korábban közzétett Hamász propaganda videón is láthatók voltak. A szereteiket néhány hónappal ezelőtt ölték meg a Hamász fogságában Gázában, és holttesteiket még mindig a Hamász birtokolja. Megállapítottuk, hogy mind a 4-üket együtt ölték meg Khan Yunis területén a Hamász elleni hadműveletünk során. A Biden kormányzat azt állítja, hogy a megmaradt túszokat szabadon engednék, és a háború befejezhető lenne, ha a Hamász és Izrael beleegyezne tűzszüneti javaslatába. Szerintük Izrael Hamász elleni háborúja annyira meggyengítette a terrorcsoportot, hogy nem képes az október 7-éhez hasonló halálos támadásokat végrehajtani. A végtelen gázai konfliktus a teljes győzelem eszméjének hajszolásával nem fogja Izraelt biztonságosabbá tenni. Az izraeliek szerint a továbbra is tartó gázai harcok és a folyamatos rakétakilövések azt bizonyítják, hogy a Hamász még messze van a vereségtől. Netanyahu miniszterelnök elutasít minden olyan tervet, amely a háborút azelőtt fejezné be, hogy a Hamász kormányzási és támadó képessége fel lenne számolva. Fenntartja, hogy kitart háborús kabinetjének kezdeti célja mellett. Nincs béke, amíg a Hamászt meg nem semmisítik, és az összes túszt ki nem szabadítják. Ragaszkodunk ahhoz, hogy ezt és azt is befejezzük. Ez része volt az eredeti tervnek, nem olyasmi, amit most találok ki azért, mert a koalíció nyomást gyakorol rám. Ezt egyhangulag fogadtuk el a háborús kabinetben. Eközben az Egyesült Államok ENSZ nagykövete sürgeti az ENSZ biztonsági tanácsát, hogy támogassa a Biden elnök által bejelentett 3 lépcsős tervet a háború befejezésére. Caroline Glick, izraeli kommentátor szerint ez csak a Biden kormány által elképzelt lezárása a háborúnak. Ez annak módja, hogy megkerüljék az izraeli kormányt, az izraeli népet és az amerikai népet, hogy megpróbálják Izraelt az ENSZ-en keresztül kapitulációra kényszeríteni. Ugyanezt tették 2016-ban a nukleáris megállapodással, melyet Obama elnök véglegesített Iránnal, és amely utat nyitott Iránnak a nukleáris arzenáljához. Eközben Észak-Izraelben az izraeli erőknek, valamint a tűzoltó és mentőszolgálatoknak sikerült megfékezniük a Hezbollah rakétaözöne miatt keletkezett tomboló tüzeket Galileában. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem. Köszönjük, Julie. További híreink. Dr. Anthony Fauci-nak kemény kérdésekkel kellett szembenéznie hétfőn a kongresszusban. John Jessup következik. Így van. A képviselőház republikánus tagjai alaposan megszorongatták a Fehérház korábbi egészségügyi tanácsadóját a COVID eredetével és a kormányzat járványra adott válaszával kapcsolatban. 2022. decemberi nyugdíjba vonulása óta a képviselőház vizsgálóbizottsága előtti meghallgatás volt Fauci első nyilvános szereplése. Szerinte, hogy a COVID a laboratóriumból jutott ki, nem összeesküvés elmélet. A meghallgatás idején a képviselőházi demokraták elismerték, hogy dr. Fauci számtalan életet megmentett a járvány idején. Én mindkét szülőmet elveszítettem a járvány idején, ezért számomra ez személyes ügy is. Szerintem ön egy igazi hős. A csapata többet tett azért, hogy életeket mentsen, mint a testület mind a 435 tagja együttesen. Bár elismerték hosszú szolgálatának érdemeit, volt olyan republikánus képviselő, aki kritizálta. Üzletek bezárása? Az elején igen, amikor naponta 5000 ember halt meg, persze. Egyházak bezárása? Ugyanez. Iskolák? Megint csak. Otthonmaradási rendeletek? Mindez fontos volt, amikor meg kellett állítani a halálesetek cunamiját, amit az elején láthattunk. Az nyilván vitatható, hogy ezeket meddig kellett tartani. Ami azt a teóriát illeti, hogy a vírus a Wuhani Virológiai Intézetből szabadult ki, Fauci azt nyilatkozta, hogy nem zárható ki, de hamisnak nevezte a vádakat a feltételezett személyes érintettségével kapcsolatban.
Közszájon forog az a vád, hogy lefizettem és több millió dolláros kutatási támogatásokkal befolyásoltam ezeket a tudósokat, azért, hogy gondolják meg magukat. Mindez abszolút hazug, sőt egyenesen abszurd. Fauci elismerte, hogy a vakcina nem volt annyira hatékony, mint először gondolták. A vakcina milliók életét mentette meg, és szeretném megköszönni, hogy ezt elkötelezetten támogatta. Azonban sajnos a vakcinák nem állították meg a vírust. Ez egy összetett kérdés, mert az elején az első ismétlő oltásoknak igenis volt hatása. Nem 100%, nem ennyire erős, de igenis megakadályozta a fertőzést. És ebből fakadóan nyilván a vírus átadását. Ezzel együtt fontos rámutatnunk arra, amit akkor még nem tudtunk, csak hónapok elteltével vált nyilvánvalóvá, hogy a vakcinák hatásának tartósága és ezzel a fertőzések terjedésének akadályozása is viszonylag korlátozott volt. Nyilvánvalóan volt pozitív hatása sok emberre, különösen azokra, akik sérülékenyebbek. De az tényszerűen tudható, hogy azok is elkapták a Covidot, akik be voltak oltva. Szóval az oltás 100%-os védelmet adott. Nincs tökéletes hatékonyságú oltás. Fauci azt is elmondta, hogy további munkára van szükség, hogy felkészítsék az országot a következő járványra. Fejleszteni kell például a szövetségi és helyi tisztviselők közötti kommunikációt. Köszönjük, Wendy. Most pedig a déli határhelyzetéről lesz szó. Biden elnök a mai napon fog aláírni egy elnöki rendeletet, amivel korlátoznák az illegálisan beérkező migránsok számát. A rendelettel lezárják a határt, ha a beérkezők napi száma a határátkelőknél eléri a 2500-at. Májusban a határőrök mintegy 3500 illegális határátkelőt fogtak el naponta. A kormányzat lépéseket tesz a migráció ügyében, mert a felmérések szerint ez fontos kérdés a szavazók számára, ami miatt alacsonyra értékelik az elnök teljesítményét. Rekord mennyiségű 6,4 millió illegális határátlépőt regisztráltak Biden elnöksége alatt. Cici Winans gospel énekesnő ismét rekordot döntött. Új albuma a slágerlisták első helyére került, és az American Idolban való szerepléséről készült videó is nagyon terjed az interneten. Nehéz elhinni, hogy 3 éve még a nyugdíjba vonulását fontolgatta. Efrem Graham Nashville-be utazott, hogy interjút készíthessen vele. Oh, I will sing of the goodness of God. High praise and headlines. Elismerés a címlapokon. Még most is emlegetik Cici Winans szereplését az American Idolban Isten jósága című slágerével. Az énekesnő épp most ért vissza turnéjáról. Most ért véget első koncertünk Shreveportban. Köszönjük! Tele volt erővel! Ma a texasi Houstonból jelentkezünk. Elképesztő erőt tapasztalunk. Ma Miami-ban vagyunk, és annyit mondhatok, hogy mindenki tűzben ég. Ma van a Goodness turné záró estéje. Elképesztő élmény volt. Most ért véget a Goodness turné. Milyen érzés, végre fellélegezhet? Nagyszerű érzés. Egyszerűen csodálatos volt a turné. 24 városban jártunk. Mielőtt elkezdtük volna, kiírtam a közösségi médiában, hogy imádkozzanak értem. És így is tettek. Az egész út tele volt erővel. Minden este feledhetetlen volt. Őszintén. A turné után következett a szokásos éves női konferencia. A legfelkapottabb előadó most egy új lemezt is kiadott. Beszéljünk egy kicsit az új számokról, a More Than This-ről, ami nemrég jelent meg. Halkan mondom, hogy tűkön ültem. Ami miatt fent marad. Igen, megvártam, míg kijön, és azóta az első helyre került. Vártuk, és listavezető lett. De jó ég! Igen, hallottam a hírt. Fantasztikus érzés, de közben alázattal és izgalommal tölt el.
Azt hiszem, valami olyat alkottunk, amivel tudnak azonosulni az emberek. Ez több, mint puszta szórakoztatás. Olyat szerettünk volna, ami képes elérni a szívüket és szolgálni feléjük. Ha meghallgatja az albumot, a kedvenc részem, amikor a közönség énekel. Ahogy a hangjukat hallgattam, úgy éreztem, a menny nem sokban különbözhet ettől. Találtam pár adatot, amit először alig akartam elhinni. A Believe for It című szám több mint 500 000 nézettséget ért el 2023-ban, az összes számot pedig több mint 2 milliárdos megjelenést generált, csak a YouTube-on. Ezek azért lenyűgöző számok. Hűha! Hát erről én nem tudtam. Wow! Az valami elképesztő volt, amikor felvettük a Believe for It-et. Imádkoztunk előtte. Mindig szoktunk, de a Covid alatt teljes szívünkkel vágytunk rá, hogy Isten kenete és szelleme megnyugodjon ezen a projekten, hogy a szelleme megérintse az embereket. Rengetegen el voltak szigetelve a külvilágtól, nem tudtak elmenni gyülekezetbe, vagy szó szerint az életükért küzdöttek, szeretteiket veszítették el. Ezért kiáltottunk Istenhez, és így vettük fel a lemezt. Aztán, amikor telefonon beszéltünk a csapattal, elmondták, hogy még mindig a Believe for It hozza a legnagyobb számokat a megjelenése óta, ami már 3 éve, sőt, több mint 3 éve volt. Csak annyit tudtam mondani, dicsőség Istennek. Csak ámulok, Isten pedig újra és újra lenyűgöz minket. Szeretem, hogy Isten úgy cselekszik, hogy mi emberek nem tudjuk learatni a dicsőséget. Itt is az egész csapattal keményen dolgoztunk. A lemezkiadósok is, én is, a zenekar, az énekesek. Mind azért dolgoztunk, hogy elkészülhessen a lemez, és mint áldozatot fel tudjuk ajánlani Istennek. És amikor megáldotta, az olyan volt, mintha mi nem is tettünk volna semmit. Még egy érdekesség, mielőtt elengedném. Jó. Ha nem tévedek, és a Wikipédia sem hazudik, nos, az idei születésnapod mérföldkő lesz. Ó, oh, igen, a Wikipédiának teljesen igaza van. 60 éves leszek az idén. Annyira izgatott vagyok. Nagy terveid vannak? Hát, a nagy terv nálam most leginkább úgy nézne ki, hogy a tengerparton napozok a férjemmel. Nem, egyébként még nem terveztem semmit, mert majd csak október 8-án lesz. De hogy 60? El sem hiszem. De ennek is eljött az ideje, én pedig örömmel várom. Ráadásul idén leszünk 40 éves házasok a férjemmel. Igen, 40, és még mindig szeretem. Még mindig ő az én nagyőm. Én pedig 60 éves leszek, van már 3 unokám, és hálás vagyok. Nagyon hálás. Ephraim Graham voltam, CC Winans-szel beszélgettem Nashville-ben. Adama mindent feladott a hitéért. Neki és gyermekeinek nem volt pénze, élelme, és nem tudtak hol lakni. Mégis mindeközben Adama bízott Istenben, hogy majd gondoskodik róluk. Isten pedig önökön keresztül válaszolt neki. Mikor Adama és gyermekei keresztények lettek, a férje a többi muszlim családtaggal együtt elkergette őket az otthonukból. Házról házra jártam és ruhát mostam, amiből alig volt bevételem. Képtelen voltam fizetni a bérleti díjat. Emiatt többször is kilakoltattak minket. Félkész házakban laktunk, melyeknek nem volt ajtaja és ablaka. Az iskolából is kiraktak minket, mert nem tudtuk fizetni a tandíjat. Nagyon fájt, amikor láttam a barátaimat, hogy nélkülem mennek iskolába, de bíztam Istenben, és arra kértük őt, hogy segítsen. Alig volt mit ennünk. Egy alkalommal 4 napig nem ettünk semmit.
33 centem maradt. Ebből teafiltert vettem, és csináltam egy kis teát a gyerekeimnek, hogy megtöltsem a hasukat. Egy ima alkalmon egy ottani hölgy felvette a kapcsolatot egy szervezettel. Kérte, hogy segítsenek. Nem sokkal ezután egy másik keresztény pár egy ima alkalmon felajánlotta, hogy kifizetik nekik egy lakásbérleti díját. Aztán az Orphans Promise egy különleges, szívmelengető ajándékkal jött. Rist, hagymát, olajat és mindenféle ennivalót hoztak, amire szükségünk volt. Dicsőség Istennek! Nagyon sírtam örömömben, amikor ez a csoda történt. Emellett, hogy Adama gyermekeinek segítünk jó képzést kapni, kifizettük az iskolai tandíjukat is. Isten meghallgatta az imáinkat. Folytatni tudjuk a tanulmányainkat. Bölcsességet és értelmet ad, így mindig, amikor első vagy második vagyok az osztályban, megköszönöm neki, hogy segít minket. A szívem tele van Jézus Krisztus örömével. Minden megváltozott. Elküldte az angyalait az Orphans Promise-on keresztül, hogy megáldjon minket, és visszaadja a méltóságunkat. Minden adakozónak és mindenkinek, aki ezt lehetővé tette, üzenem, hogy Isten áldja meg és vezesse dicsőségről dicsőségre, hogy továbbra is áldás forrásai tudjanak lenni mások számára. Sana Cotton gyermekkora egy rémálomhoz hasonlítható. Kábítószerfüggő édesanyjával együtt drogtanyán élt 4 éves koráig. Gyerekkorának többi részét állami gondozásban töltötte. 18 éves korától egy mérgező kapcsolatban élt, míg teljesen össze nem tört. Sana Cotton megrázó gyermekkoráról beszél és a szégyenről, mely évekig kísérte. Gyakorlatilag egy drogtanyán éltünk. Édesanyám ki bejárt a börtönből, és a mai napig nem tudom, ki a valódi apám. Még csak 4 éves volt, amikor a rendőrség rajtaütött a lakásukon, és őt alultápláltan fizikai és szexuális erőszak nyomaival a testén találták meg. Sana is a bátyja nevelő otthonba került, majd 4 évvel később egy család örökbe fogadta. Gondviselői keresztény értékrendjük szerint nevelték Sanát. Mindig tanítottak Istenről. Mindig mondták, hogy el kell mennünk a gyülekezetbe, és hogy ott egy magasabb erő van, ami felé törekednünk kell. De sohasem volt igazi, személyes kapcsolatom Jézussal. 18 évesen szerelmes lett egy idősebb férfiba és teherbe esett. Ez egy mérgező, néha erőszakos kapcsolat volt. Folyton önmagam kerestem, hogy ki is vagyok, és próbáltam találni valakit, aki szeret. Egyfajta gyógyírt kerestem, és kerestem a módját, hogy találhatnám meg egy férfiban az igazi szeretetet, amit sohasem kaptam meg apámtól és anyámtól. 2 évvel később külön költöztek, és Sana egy láthatás során elvesztette hidegvérét. Amikor a veszekedés fizikai erőszakba torkolt, rádöbbent, hogy az élete rendkívül rossz irányba tart. Egy nap, amikor jött a fiunkért, hogy hétvégére elvigye, egy fiatal nőt hozott magával. Annak ellenére, hogy már nem voltunk együtt, valami elpattant bennem. Emlékszem, amikor vége lett a veszekedésnek. A fürdőszobában találtam magam, a tükör előtt álltam, bámultam, ahogy könnyek patakzanak az arcomon. És arra gondoltam, az életnek ennél többnek kell lennie. Mielőtt aznap este lefeküdtem, évek óta először térdre estem, és csak sírtam Isten előtt. Könyörögtem, hogy mutasson valakit, aki úgy fog szeretni, ahogy azt megérdemlem. Másnap vasárnap volt, és az unokatestvérem azt mondta, hogy harmadszor megy el egy gyülekezetbe, és szerinte menjek én is. Így hát elmentünk. És emlékszem, ahogy közeledtünk a bejárathoz, egy elegáns úr állt kint. Odafordultam az unokatestvéremhez, és azt mondtam, Isten szólt, hogy ő lesz a férjem. Mire ő? Elment az eszed! Isten miatt kell idejönnöd, nem a férfiak miatt. Azt mondtam, márpedig Isten azt mondta, ő lesz a férjem. Tudtam, hogy van benne valami más, amit előtte soha nem éreztem. Így az Isten tisztelet után végül telefonszámot cseréltünk.
A férfi a gyülekezet pásztorának a fia volt, 6 hónap ismerkedés után összeházasodtak. Elkezdtem gyülekezetes dit játszani, ami alatt azt értem, hogy jártam az összejövetelre, énekeltem a dicséreteket, minden női szolgálathoz csatlakoztam, és minden máshoz is, ami csak folyt a gyülekezetben, de nem volt valódi kapcsolatom Jézussal. Váratlanul kérdőre vonta egy vendégprédikátor. Elkezdett beszélni arról az életről, amit én éltem. Azt mondta, Isten tényleg használni akar engem, de nem úgy, hogy közben romokban van a személyiségem. Ez volt az első alkalom, hogy rájöttem, tényleg egy roncs vagyok. És azt is felismertem, hogy a szerelem, amiért imádkoztam, és a férjem, akihez hozzámentem, nem gyógyított ki azokból a dolgokból, amiken keresztül mentem. Végül Sana átadta magát Istennek, és lassan kezdte felismerni, hogy a szíve megújul. Isten kristálytisztán megmondta, befejeződött a gyógyulásod, és most azt akarom, hogy megszabadulj a szégyentől. Rájöttem, hogy mindazok a dolgok, amiken keresztül mentem, a sok évi fájdalom, a sok évi sírás ide vezetett, ehhez a ponthoz, ahol Isten azt mondta, itt az ideje, hogy egészséges emberként szolgálj engem. Itt az ideje, hogy átad magad nekem. Ez volt az a pillanat, amikor gyakorlatilag földre estem a nappaliban, és átadtam az életem Istennek. Ez volt az a pillanat, amikor személyes kapcsolatom lett Krisztussal. Sana azóta is lépésről lépésre halad, már 11 éve házas, és támogatja férje Joshua lelkészi szolgálatát. Motivációs szónok és örökbefogadási felügyelő állami gondozott gyerekek mellett, és olyanok mellett, akiknek a szülei börtönben vannak. Létrehozta a Szégyen nélkül alapítványt, amely nőket támogat. Többé nem szégyelli a múltját, sőt, elfogadja Isten gyógyító és helyreállító erejének bizonyítékaként. Az adja a legtöbb örömöt az életemben, hogy a gyermekeim annak a nőnek látnak, aki most vagyok. Ők láttak, amikor egy megtört ember voltam. Rengetegszer láttak sírni, de most Isten munkáját látják az életemben. Isten megengedte, hogy felhasználjam azokat a dolgokat, amelyek miatt szégyenkeztem, amik miatt szégyeltem, aki voltam. Hogy beszéljek róluk az ő népének, hogy mindent elmondjak nekik arról, mit tett értem Isten. Hogy elmondjam nekik, amit értem tett, értük is meg tudja tenni. Hallják meg ezt az igazságot, ha Isten megtette ezt Sanával, önökért is meg tudja tenni. És nem csak meg tudja tenni, de kész is rá, akarja és képes megszabadítani önöket. Miért? Azért, mert ő a bűneink bocsánatáért halt meg a kereszten. Dicsőség ezért Istennek. Meghalt a kereszten azért, hogy mi egészségesek lehessünk. Nem csak a testünkben, de a szívünkben és a lelkünkben is. Ha látták ezt a riportot, és hasonló kérdéseik vannak, mint Sanának, van ennél több? Ahogy Sana mondta, hiszem, hogy sokkal több van az életben annál, mint amit eddig megtapasztaltam. A sok negatív dolog, a trauma, a bántások, a megbánás, a szégyen, a bűntudat, a függőség, és a többi. Igen, ezeknél sokkal több és jobb vár önökre. És meg tudjuk találni. Nem számít, hogy kik vagyunk, vagy mit követtünk el a múltban. Mindannyian megtalálhatjuk a bővölködő életet Jézus Krisztusban. És ha most néz minket, és még nem adta át az életét Jézusnak, vagy évekkel ezelőtt gyermekként tette meg, akkor most itt az idő, hogy alárendelje magát Jézus Krisztusnak, úgy, mint soha. Mondja velem ezt az imát. Mennyei Atyám, hozzád kiáltok. Jézus, legyél ma az én Uram és megváltóm. Úr Jézus, úgy döntök, hogy elfordulok a gonosz útjaimtól. Elfordulok a sátán minden útjától, és hozzád fordulok. Jézus, legyél az én Uram és megváltóm. Kérlek, költözz a szívembe. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet. A Jézus nevében, amen és amen. Ha elmondták velem ezt az imát, mondják el a környezetükben is valakinek, hogy átadták életüket Jézusnak. Mi is szívesen segítjük önöket a hit útján, ha igénylik. Az Úr áldja meg önöket!